A közelmúltban több közcélú fejlesztés is megvalósult Kartalon. Ezek közül az egyiknek a Könyves Kálmán Általános Iskola felső tagozatos diákjai, illetve pedagógusai örülhetnek leginkább. Az iskolánknak három épülete van, egy alsó, egy felső tagozatos és egy versegi tagintézmény, és 504 tanulónk van jelenleg. 2013. január 1-e óta érdekes helyzetben vagyunk, mert klikkes fenntartású az intézmény, de a működtetés az önkormányzatnál van a kartali épületek tekintetében. A versegi tagintézményünkben pedig a működtető és a fenntartó is a klik. A fenntartó a szakmai költségeinket fedezi, viszont az épület berendezésével, az épületek felújításával, karbantartásával kapcsolatos költségeket mind az önkormányzat viseli. Az épületeink azok nagyon szépen felújítottak, jó állapotúak. Berendezésünk, ami szintén az önkormányzatnak a dolga, az még javításra, cserére szorul, és itt az udvaron is nagyon sok olyan tennivaló van, ami a gyerekeknek a komfortérzetét, a sportolását, a szabadidő eltöltését kellene, hogy segítse, és ez is önkormányzati feladat, és nyilván ezen a költségvetésben ez a nagy feladat nem mindig fér bele a mi igényeinknek megfelelően, tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy összefogással pedagógusok, diákok, szülők, vállalkozók, faluban lakó emberek összefogásával megvalósítsunk bizonyos dolgokat, ami a tanulóinknak, a gyerekeknek az életét javítja, jobbítja az itteni munkájukat. Egy ilyen összefogást indítványozott az iskolában és a településen az iskola 2015-ös szülői munkaközössége. A tavalyi év őszén a felső tagozatos szülőkben fogalmazódott meg a fejlesztés gondolata. Konkrétan abban gondolkodtunk, hogy szeretnénk egy olyan kinti fejlesztést, ami egy nagyobb gyerekcsoport érdekeit szolgálná összességében, és ezek után próbáltuk felmérni azt, hogy mi lehetne konkrétan ez a fejlesztés, és kik lennének azok, akik támogatnák ezt a projektet. Minden évben az önkormányzatnak átadjuk azt a listát, ami a karbantartáshoz és az iskolai élet segítéséhez, javításához tartozó eszközökről, berendezésekről, munkálatokról szól, és ebbe a listába nagyon beleillett az a kezdeményezés, amit a szülőktől kaptunk, hogy egy ilyen szabadtéri kvázi tanterem vagy pavilon létesüljön itt az iskolába, ami nagyon sok célból és nagyon sok helyen hasznára válik a iskolai oktatásnak. Megkerestük Kovács Zoltán vállalkozót, aki volt szíves a segítségünkre lenni, és szakmailag konkrétan terveket készített, anyagösszeírást, és felvilágosított arról, hogy nagyjából egy ilyen méretű pavilonnak a kivitelezése anyagköltség és munka szempontjából mivel járna. Tanácsát kértük azzal kapcsolatban, hogy ki mindenki lehetne mozgósítani a kivitelezés során, és elkezdtük folyamatosan megkeresni azokat a vállalkozókat, akik faipari munkákkal, asztalos munkákkal foglalkoznak, illetve helyi cégeket, akikről tudtuk azt, hogy szívesen vesznek részt ilyen kezdeményezésben. A megvalósítás terveinek, információinak, illetve támogatóinak összegyűjtése után a szülők Kartal-Nagyközség képviselőtestületét is megkeresték elképzelésükkel. És a képviselőtestület a pénzügyi bizottság határozatával úgy döntött, hogy a teljes rajzat kialakítását vállalják. Még tavaly ősszel megkezdődtek a munkálatok, és az időjárás annyit engedett, hogy az ajzat betonozása és az alap kialakítása megtörténjen. Ezt követően szünetelt a megvalósítás, mert az építőanyag megvásárlásához adománygyűjtésre volt szükség. Pénzbeli felajánlás összesen 8 helyről, különböző cégektől, vállalkozóktól, szülőktől érkezett. Összesen 479 ezer forintot sikerült összegyűjtenünk az ő felajánlásukból, illetve további felajánlásként még 28.250 forintunk érkezett, és így nagyjából 507 ezer forintot sikerült összegyűjtenünk arra, hogy kivitelezzük ezt a pavilont. A pavilon összértéke nagyjából 1.200.000 forint, amit 507 ezer forintból sikerült kiviteleznünk, mert az összes többi fennmaradó rész felajánlásokból gyűlt össze.
A kivitelezéshez az önkormányzat mellett szakmunka, illetve építőanyag felajánlással hozzájárult Kovács Zoltán és brigádja, a Krizsanyik és Társa Kft., a Marzsótető Kft., a Sőregi Mester Kft., a Versektüzép Kft., valamint Szőke László. A tavaszi szünet megkezdtével Kovács Zoltán is munkához látott, és néhány nap alatt elkészítették az ácsolatot. Ezek után kerestük meg a Tóth családot, akik a tetőfedést ajánlották fel, illetve anyagot is tettek még ennek a kivitelezésébe. Ezzel párhuzamosan Szarvas Csaba a helyi erőkkel az ajzat kivitelezésén dolgozott, elkészült a hullámkövezés, majd miután mindennel megvoltak, újra Kovács Zoltán következett, aki a padokat és a korlátokat elhelyezte a pavilonon. Még egy híját ismerjük örömünknek, ezek pedig az asztalok. Az asztalok is készülőben vannak. Krizsanyik mester ugye elkészítette a marást festést, és a Sőregi mester volt az, aki felajánlotta, hogy asztalokat készít a pavilonhoz, és pillanatnyilag ezeknek az asztaloknak a kivitelezése zajlik. Reméljük, hogy mi hamarabb ez is elkészül, és akkor elhelyezhetjük. Reményeink szerint kinti tanítási órákat, szakköröket, szabadidő hasznos eltöltését, rendezvényszervezést segítheti ez a pavilon, és reméljük, hogy minél tovább áll a gyerekek rendelkezésére. Tervezzük még, hogy a pavilon mellé valamilyen szintén szabadidős tevékenység eltöltését szolgáló játékokat szeretnénk elhelyezni, de ez újabb projekt, ez újabb hirdetés és újabb támogatás kérdése. A pavilon megépítése valóban széles körű összefogással valósult meg, hiszen az önkormányzat a cégek, vállalkozók anyagi hozzájárulása mellett az adománygyűjtésben és a hivatalos ügyintézésben a Kartali Ifjúságért Alapítvány, a szervező munkában és az ötletek bővítésében pedig a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola felsőtagozatos pedagógusai is hozzájárultak a szülői közösség munkájához. Az iskolánk felső tagozatán az SMK-sok létszáma 30 fő, 4 fős vezetőségünk van, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy mind az SMK-s tagok, mind a szülők ilyen nagy összefogással, az önkormányzattal együtt és a falu vállalkozóival együtt ilyen nagy segítséget tudnak nyújtani az iskolának, és ilyen nagy összefogást tudnak mutatni. Ez számunkra nagyon nagy érték, úgy gondolom példaértékű a falu számára is. Szeretném megköszönni külön polgármester asszonyunknak, Németné dr. Keresztes Katalinnak, Búzás Viktóriának és Szarvas Csabának azt a segítséget, amit ennek a kis szabadtéri tantermünk létrehozásában segítettek. Az iskolai pavilon kialakítása mellett nemrég egy másik fontos és szükséges fejlesztés is megvalósult Kartalon. A 2014. évi választások után, erről már úgy testületi ülésen is adtam tájékoztatást, borzasztó nehéz anyagi helyzetben volt az önkormányzat, tehát 2014 telén vállalkozó igénybevételével tudtuk például a kerékpárútról a havat eltakarítatni, sózni. Már ugye akkor emlegettük, hogy de jó lenne, ha lenne nekünk ilyen gépünk. Aztán tavaly nyáron is még nagyon-nagyon nehéz anyagi körülmények között állt az önkormányzat. Akkor bizony még ott tartottunk, hogy még egy fűkaszát is nehezen tudtunk venni, és a közhasznúsok a két rosszból készítettek egy jót. Szerencsére az adóbevételekből és a takarékos gazdálkodásból szeptember végére stabilizálódott úgy az önkormányzat helyzete, hogy elkezdtünk a neten keresgélni, hogy mi szeretnénk egy olyan kerti munkagépet, ami alkalmas majd a hóeltolására, sózásra és fűkaszálásra. És tulajdonképpen első alkalommal a 2015 novemberében tárgyalt a testület erről, de akkor abban maradtunk, hogy még nézzünk szét, és több cégtől szerezzünk ajánlatot, és végül is most jutottunk el oda, hogy a január végi testületi ülésen három képviselőtársam felvállalta, hogy elmennek, éppen akkor volt a mezőgazdasági országos kiállítás, és hát ott aztán igazán van traktor kínálat, és megbíztuk őket azzal, hogy hát hozzanak árajánlatot, és hát nagy örömömre, tehát teljesen a saját erőből, az általunk megspórolt és összegyűjtött pénzből meg tudtuk venni ezt a 40 lóerős
láthatóan elég szép méretű traktort. A gépezetnek a kapacitásából adódóan az összes olyan mellékutunkat, ami aszfaltos úttal van ellátva, azt az összeset tudjuk takarítani, és fogjuk is remélhetőleg. Természetesen a bicikliútunk, ami az elsődleges szempont az volt a vásárlásnál, hogy azt tudjuk takarítani, de mivel, még egyszer mondom, nagyobbra sikeredett a kapacitás a traktornak, így az összes mellékutat próbáljuk majd tisztán tartani. Hát a fűnyírással kapcsolatban pedig a tavaszi időszakban, illetve a nyári időszakban több száz négyzetméterünk van olyan, amit majd ezzel a traktorral tudunk karban tartani és rendben tartani. Ezek például a Lehel utcai üres telkeink, a közintézmények körülötti nagy területek, nagy zöld területek, a focipályának a hátsó területe, tehát nagyon-nagyon sok négyzetméterünk van, amivel totálisan kibírjuk használni ezt a traktort. Kis korszerű gép, amit lehet látni, egy épített fülkés, nem bontható fülkés. Légkondi mondjuk nincs benne, mert annyira azért nem akartunk belemenni a nagy dolgokba, de attól függetlenül egy kényelmes, jól kihasználható, úgy gondolom, egy tökéletes olyan szerkezet, ami nekünk ide egy ilyen önkormányzatnak tökéletesen megfelel, és kell is, úgy gondolom. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a testület meg tudta oldani saját erőből. 8.101.000 forintba került, és tulajdonképpen háromféle adapterrel rendelkezik, tehát alkalmas a hóeltolásra, sikosságmentesítése, tehát sózásra, fűkaszálásra, és hát remélem, garancia is van rá, reméljük, hogy beválik, nem lesz hibája, és évtizedeken keresztül kartalt, ez teljesen ki tudja szolgálni ezeknél a munkáknak az elvégzésénél. Tehát most már nem kell vállalkozót igénybe venni, nem kell azért külön fizetni. Saját géppel rendelkezünk, van olyan dolgozónk, aki az vezetéséhez szükséges jogosítványokkal is rendelkezik, úgyhogy most már csak el kell indulni, és vágni kell vele a füvet per pillanat. A vásárlásnál az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a gép a különböző karbantartási és egyéb közterületi munkálatok esetében minél több feladat ellátására alkalmas legyen. Tehát ennek a szerkezetnek az a lényege, hogy szinte végeláthatatlan adapter halmazt lehet hozzá vásárolni és csatlakoztatni. És ugye ennek az a lényege, hogyha bármi olyanra van szükség az önkormányzatnak, ami most éppen nincs, de majd a munkálatok folyamán kell, akkor ehhez a traktorhoz adapterként meg lehet vásárolni és hozzá lehet csatlakoztatni. Tehát az elsődleges szempont ez volt. A tolólapja egy olyan szerkezet, ami hóekének mondható, ami állítható. Tehát ez benne a jó, hogy például a bicikli útunk egy keskenyebb útszakaszról van szó, az állíthatósága miatt ugye keskeny területet is tudunk túrni. Mivel állítható, ezért egy 2 méteres szélességet tudunk túrni, ezért tudjuk eltakarítani a mellékutainkról is majd a téli időszakban a havat, mert egy oda-vissza úttal egy 4 méteres szakaszt be tudunk vele fogni. Tehát a hóekének ez az elsődleges jelentősége, ami miatt ezt a hóakét vásároltuk meg. Természetesen a hóakéhez vásároltunk sózót, ami szintén ott a háttérben látható, ugye a jegesedést próbáljuk vele megszüntetni. A traktor adapter rendszere a jövőben további alkatrészekkel is bővíthető. Például ágdarálót csatlakoztathatnánk hozzá, ugye most a komposztáló helyünk az sajnos az most nem üzemel, annak a bepótlására ez egy tökéletes lenne, de mondhatnék bármi más olyat is például, hogy nem tudom, oszlopokat kell lefúrnunk, oszlopfúrót vezetünk hozzá. Tényleg a tárház végtelen, mert hogyha a földjeink esetleg olyan úgy alakulnak, vannak olyan területeink, amiket megművelünk, akár ekét, akár vetőgépet, bármi, tehát ez ennek az, ahogy mondtam, hál' Istennek olyan a tárháza ennek a adapterrendszernek, hogy szinte bármi meg lehet hozzávenni, és ott csatlakoztathatunk hozzá. Még egyszer mondom, természetesen, ahogy az anyagi helyzetünk és az igényeink, ahogy majd jönnek. A munkagép garanciája 1+1 évre szól. Ez tulajdonképpen minden olyan dologra kihat, amit ugye természetesen nem összetörjük, nem szétszúzok, hanem a motorikus rendszerére, az összes adapterére, a mechanikus és a hidraulikus rendszerére, olajcserékre, tehát ilyen bizonyos kilométerenkénti felülvizsgálatra. Tehát tulajdonképpen teljesen egy teljes körű garanciáról beszélünk. Kartalon a közterületek rendben tartását közfoglalkoztatás keretében látják el. Jelenleg 27 közfoglalkoztatott dolgozik a településen.
Ebből azért többen vannak konyhán, meg iskolai takarításon. Itt nekünk, akik kimondottan fizikai munkát végzünk a falu területén, azok vagyunk, azt mondja, 14-en összesen, és akkor ezek közül van az, aki a fűkaszát kezeli, vannak olyanok, akik ugye árkot takarítanak, meg az összes fél olyan karbantartást és rendbetételt, a takarítástól fogva a buszmegállókig mindenfélét, ami hozzátartozik az életünkhöz. Hát hál' Istennek mi ki tudjuk használni elég jól ezt a munkaerőt. Én úgy gondolom, hogy egy falu területén mindig van olyan dolog, amit csinálni lehet és kell is csinálni. A közfoglalkoztatottak, most úgy volt ez a közfoglalkoztatási program, hogy az előző csapatnak február végén lejárt a szerződése, és március 16-ától kaptuk ezt az újabb 27 közfoglalkoztatottat. Nem kívánok itt a jogszabályi rendelkezésekbe belemenni, de tulajdonképpen nem is mi döntjük el azt, hogy hány személyt kapunk, és személy szerint kiket. A munkaügyi központ közvetíti ki őket, és ugye aki vállalja a munkát, akkor az itt fog dolgozni. Most is egy részüknek a szerződése október végéig szól, másik részüké decemberig.